FM 98.6. Kezdőknek és haladóknak. Vékába, a showba, nem vagyunk mindannyian, hogy ha hozott és a formádat, akkor majd fokozod magadban azt a bizonyos mérsékletet, ami vérrel mérhető, itt van neked, tegyed itt most a tiszteletedet, hogy vesd, mi van veled, a jövődet már megváltoztad az ismeretlenbe, vagy éppen az ismerősbe, itt fent, gyerünk, hogyha tudod, akkor most megteszed, amit meg kell tenned, mert érzékeled már, hogy az itt fent, tételek benned, és azt nem tudod, hogy mi az, amitől jobb lesz minden, és nem belép szól a tör. Hátodban nem dör senki semmit, inkább csak azt mondom, hogy előre tört az érzés benned, ami van veled. Gyerünk, most már lassan meg kéne tenned, hogy azt tegyed, amit eddig mások a máskor. Tudod, se a dásból nem lesz már most a bor. Nem predikálok, hogy az igom megbontam, mert csak vizet iszom. Attól, hogy a kezdtem, nem lesz csupa izom, és mégis bízom bennetek. A gyerünk a rímekre most is ugyanúgy ügyeljetek, és az ütemeket figyeljetek, mit kell most tenni. Na gyerünk, mi van, most már be kéne jönni, hogyha tudtok, hogyha nem, addig én itt az estefemen még mindig ezt teszem. A gyűlőre jövünk már, úgy lesz a név, de a rádió műsor még mindig ugyanúgy visszatér. 7-re, 1-től 6-ig, nektek még mindig ugyanúgy, ahogyan kell, a Rocksteady beat mindig behasít az agyatokba, hogy aztán jusson a hasatokba, elég hip-hop falat, itt van neked, oké, nem kaparom le a falat, mert itt vagyunk még mindig ketten, DJ Majestic-et, adjuk a frontot egyben, aztán közben, csak nézem és várok, mikor lesz következő ember, aki a láthatáron, most eljön, de próbálkozik valami mással, hittja neked egymásra, helyett inkább rímeket pakolással, ja? Addig én meg egy újabb lemez keresek és felteszek, hogy mindenki tudja, hogy miről is van most itt szó. Reggel van, gyerünk, most már ébresztő jó. Lassú ütemre még gyorsítunk egy kicsit, hogy érzitek, mi van, ó. Ez nem annyira ciki, mint amikor megtetted ezt már. Hétről hétre, a gyerünk, gyerünk ki a rétre, ahol a rímeket nem lehet szedni, sem enni. Most lehetek, ezt már meg kéne tenni. Ja, újabb ütem indul már. Lassan, lassan. Ja, ja, ébresztő. Eljött a reggel, a gyerünk most már mindenki ébredj fel. Ez itt a Wake Up, ez itt a Wake Up Show. Minden héten a legtöbb beatben hallható. De neked ez nem olyan, mint a feneketlen. Na itt van neked, meg én most te velük leketlen. Utolsó adásban hallasz a hangot, hogyha még képben vagy, akkor azt mondod, hogy itt vagyok én is a telefonon keresztül. Valaki tudja, mi van veled, amikor beszűz a nap, de ez most nem teszi meg itt, mert ez itt a Rocksteady beat, és egy kicsit cikít, mert hűvis itt a szél, vagy csinít a fületbe. Képi az arcodat csak szépen az egbe, mert busza meg gyalog közlekedtük, hogyha nincs más. Itt van neked, ja, most a folytatás, hogyha valaki tudja, hogy milyen az adás, amikor valaki betelefonál és mutatja már, hogy mi van vele, hogy mi van vele, hogy mit érező bent. Ez itt a, még mindig az estefem, a telefont nem érzékelem, hogy csörögne vagy éppen úsznak két fényben, miközben tudják itt egy egészen más típusról van szó. Érzem olyan tipikus, mint a lasszó, amit eldobnak veled, mi van itt, hey. Nem ez a lényeg, hanem az a dióhéj, ami nem csúszolódja el, mintha a banáné lenne. Így van nektek, ja, valaki most már rátenne egy-két lapáttal, meg hét számmal. Egy esetán rakva úgy, hogy szépen sorba adjan kell a szánnal. Most nem csúszunk sehova, olyan tették ezt a felkelő nap. Lovagja én, morál aki, behasít és beküld, amit kell neki. Jó kérem, benne a ruháj nem tűl, mert ő tűl sok mindent, ameddig csak kell. Égyerünk, most már mindenki ébredjetek fel,
A végkában vagyunk, ez a végkább sős a freestyle. Az utolsó, az ére magadban még egy kicsit biztál. Lehet, hogy végig fogom tolni ezt az egészet. De oké, nem eszi meg a nyelvemet a penészet. Meg az enyészet sem, itt vagyok bent, oké. Az este fenn van, ez a még a rádiónak és az oké. Az íz itt van, és itt is marad neked. Jövő te jövök újra, és akkor megmutatom neked, hogy miről van szó. Ja, a zsebedbe turkálsz, mi van veled, akkor megtudod majd, hogy mi az, ami piszkál téged. Ja, az a freestyle, vagy inkább a szobas stílus. Ja, elraszt, mint a Nílus. Ó, Afrikában, amikor magyar zár, itt van neked valami nem magyar. Rázd meg nekem balta, zár, professzor is már régóta várta. Ő nem volt idióta, mert mindenki megnézte. Még gyerekkorában, amikor látta, hogy mi volt neki, és mikor lesz majd a barátja, hogyha a kabátját felveszi. Mert tél van, és egy kicsit hideg van, az biztos, vagy inkább biztos, nem biztos bolyos, mint a mintük a pisztolyos ember, jön ő a cowboy. Osztja magára ki, a gábor kiontja, lövetőbe, neki ugyanúgy szól, majd a kódja, hogyha boltját, megnyitják az emberek, reggel 6 vagy 7-kor, nem tudom mi van, de én bemegyek, és veszek magamnak egy fix ütemét, mert az kell. Megeszem egy darab kakaót, teje, vagy inkább hozzá is. Oké, ezt teszem, és tudom, még mindig bízom. Valaki megpróbálkozik abban, hogy telefonon. Benne ide adásba, addig én belefonom. A rímeimet tökéletben szépen egy rakása. Teszem neked, aztán majd lakása. Barátkozom az ágyal, mert egész éjszaka fenn voltunk itt bent. A K.A. Connection volt a helyszínen. Még meg Jessica kell, itt tartjuk a frontot. De addig ő éppen valóval kirontott, hogy megnézze, hogy mi van most ott. Addig én vagyok bent, és nem hagyok neked fordott a becsületeden. Na hallgass meg, miről van itt szó? Ja, én megköve ütemet váltok, mert messze van nekem. Most ide a lemez játszó. Na figyeld, és várom, hogy beadd magad a dashboard. Az ütemet még vissza kell tenni, mert túl kevés, hogyha a sebességed nem tudod annyira felgyorsítani, amennyire kell. Klasszikus ütemekkel senki nem viccel. Ja most jön a Sakario, már régóta volt bent. Most felrakom a lemez játszóra innen másfél méterre. Kijebb teszem. Ez itt még mindig a regszeribítés a testefem. Benne szab a stílus, na mi van veletek, hey. Telefonálok, hey, Breszti nektek már még mire vártok hát? A 240, 30-85 rád vár. Még mindig ugyanúgy, mint régen, na felrakom az újabb alapom. És már meg is találom. Csak úgy találomra. Ja, a második szóra, instrumentára, ja, na, ez itt az, ez volt az, ez már meg megint az, valami új, mindig nem annyira fúj, itt bent a szél, a stúdióban, most éppen gyere, mik beszél neked, addig ameddig jó vagy, vagy éppen jó van. Itt van még benne a Jessica stúdióban. Én meg addig egy lemez megkeresek itt neked, hogy érezed, milyen az igazi hip-hop ütemed. Amit átadok neked, hogyha átveszed. Hogyha nem, akkor meg inkább azt is jobban teszed. Hogyha azt, amit teszünk most itt, felrakok lemezjátszóra. Oké, rendben, figyelj, itt vagyunk bent egyben. Mindenki tudja, hogy milyen kegyben van része, hogyha éppen ben van a begyben a vésed. Vagy inkább a vércse, vagy inkább azt mondom neked, hogy nézze, vagy hallgassa az, aki tudja, miről van szó, ja. Itt van az igaz, amit most megkaphatsz te, és megkap a Majestic, mert tudja, hogy a hip-hopnak nincsen a halál, amíg itt, de mégis ezt teszi most. QDJIQ, a hip-hop haláról egy remez neked ráhúz neked a szignál után. Ez itt a szignál, és itt van neked valami, aki téged már régóta piszkálhat. Oké, rendben, addig én azt mondom neked, hogy a kezdőtek és a doknak is jé, rájtok fél még, ez itt éj. Ez itt az a éj, az éjből meg hajnal lett, a hajnalból meg majd ugye a baja. Kilábalunk a kéremben a baja, nem viccelünk a kenyére, kenjük azt most tikkát. Itt van valaki telefonálban, most bepiszkál, na? A dekba vagy most tolva. Mi van veled? Add a hangodat. Szevasz! Westwind A-Side, Tatabánya, jön a nyugati manna, jön a hősi gárdá. Te jössz? Na. Ennyi. Ennyi? Ja. Hát úgy tűnik, hogy ennyi. Ja. Rá
kéne még tenni? Már harmadik ütemet kell egymásra kenni. Mi a veletek hely, az itt nem a Kenny halála. Mindenki tudja, hogy mára van azért még valakinek a szája, amiben nem áll a. Mi hogy tette, a drinkje már a dásba rakott téged. Na végre, ja. Na, ja. Mi van veled? Tudod a szövegedet? Pakolom a szöveget, elkapom a szögeket, MC a belső szontagja, megmutatja neked most a tudás. Fölkeltem reggel, és ismét nem játszom meg neked üdet, csak az a lényeg, hogy emlékszel, voltam be múlt héten. Ott voltam benn, ott pakoltam, de nem a réten, hanem a Lajos utcába. Lenne a háromba, mobíról szól a utcára, a másiknak nem kell éhezni. Első szont a harcot el lehet vérezni a csata mezőkön. Igazabokat kreálunk, ja a színpadra, mindig felállunk. Jó, jó. Oké, okay, respektál. Csó. Na, újabb ütemet dobok itt most nektek. Ja, este fembe, ez az élet. És Kucsire tudja, hogy nem hülyeséget beszélek, mert a hip-hop a kultúra hozza a formájátok ki, és mindenki más meg csak tossza, mert nem tudják, hogy lényelemről van itt szó. Hogyha tiszteletet megadod, akkor az jó, de hogyha nem, az sem lesz gond, mert előbb-utóbb vagy rádöbbensz arra, hogy ez nem neked van, és eltekered a gomb ott, és azt a pontot, tehát lépett, amikor azt mondom neked, hogy most már itt van neked, és nem ront többé senki sem annyit, mint bent, mint amit megtehetünk itt előadás varázsában fent, az ötödik emeleten, teszem ezt én, vagy ezt itt még már készül, mert már nagyon fél, hogy lekési azt amire éppen ott kéne majd lenni. Féletett busz, az a legeszekre el kell menni. Jani Briget, az állomásnak a neve, addig meg égi, hosszú az út, oké, rendben, gyere, hogy inkább menj, és megmondom, hogy merre kell haladni. Itt lemész a stúdióba, aztán elfordulsz jobbra, annyi, ott látsz majd egy busz megállott kb. 100 méterre. Leszel fel másra, csak autós buszra, mert a terved, akkor lesz igazán végrehajtva, hogy hogy teszel rajta. Tudod, a hatos buszra, erre kell felszállod, aztán a végállomásig elhaladsz. Az akkori pályaudvar, oké, rendben, és nem zörög a haraszt, mert már kint fagyva, minden és az agyba. Legyen benne az, hogy mi a válasz. Na mondjad, mi az, ami nem fáraszt téged. Hányos buszra szállhatsz itt jobbra kanyarodva? A hatosra. Ja, jó, megtanultad. Gyerünk Majestic, gyerünk hosszú útra. Hogyha elindulhatsz, akkor kb. 4 óra múlva nyugati pályáról találhatod magadot, pedig lemész a metró. A viáróban tudod már nagyon jól. Ottán elindulsz, abban az elmegy, hogy kis persze van írva. Aztán népleget a végállomás, aztán ott már nem a távírta, hanem a busz végállomás vár téged, amivel remész meg a Vagerszegre. A kérendben ott nem lesz már semmi gond a begybe, mert már ott leszel, és haza érsz időben még. Lesz időt arra, hogy felkészülj egy munkába, majd elmész, mert 2 órától neked már dolgod van ott. Ezt tudom én is nagyon jól, mert elmondtad az előbb, és legott, ja? Legott, nem raksz össze, mint aki, vagy inkább a karácsonyi falát tette. A Jézuska, vagy inkább valaki más. A családban lehet valaki, aki hamiskás egy kicsit, és nem mondta el, hogy a Lego az a legjobb játék, amit összerakhatsz, de viszont nem fejleszti a készségedet elég jól, mert túl stabil. Nem olyan, mint neked az, amikor nem feszül a damil, és egymás a pakolsz különböző kis falapokat, vagy kockákat, vagy pakockákat. Na jó, van, most már mászhatsz fel, vagy inkább lefelé. Addig jó, tiszteletből átadom neked, mert a rés az lassan be lesz töltve, nem úgy, mint a pajzson. Na ide figyelj most, éj! A tökre, itt én ízem a lemez, de tökre nem teszem. Inkább felrakom a másik éj, lemez játszok korongra. Addig elmondom neked a porondra, gyertek MC, telefonáló adásba. Group Home Instructor. Te melyike? Amit előbb adtál, vagy nem előbb, hanem még régebben. Jó, emlékszem. Na hát akkor várjál, maradj adásba. Jó. Üdv az egész kibaszott budapesti hip-hop familiának, Majestic voltam, szevasztok! Ja. Na hát erre tegyél valamit rá, aztán Majestic. Jó, szóltál. Jó, na akkor most lassan tudom, igazságokat a mélybe felnyomom, MC a prezentált.